Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott határon átnyúló Szlovákia és Magyarország közötti regionális magazin műsorunk adását látják. Tartsanak velünk! Szent Erzsébet szülőhelyén, Sárospatakon minden évben pünkösd alkalmával, kétnapos ünnepség keretében felidézik Erzsébet életét és szellemiségét. Idén azonban a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében új vallási, kulturális és turisztikai kapocs jött létre az Észak-Magyarországi régióban a két ország között. A Sárospataki Szent Erzsébet út alapítvány és a Kassai Gótikus út gyöngyszemélyi alapítvány pályázati forrásokból arra vállalkozott, hogy egy Szent Erzsébet zarándokúttal köti össze a két várost. A zarándokút mellett mindkét várost a Rákóczi emlékhelyek is összekötik. A Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából az idei évet Rákóczi emlékévvé nyilvánította a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat. A nyitó zarándoklat 26 állandó résztvevővel indult el. Sárospatakon ünneplők százai szentmisével és ereki és körmenettel emlékeztek meg Árpádházi Szent Erzsébetről, aki a legismertebb magyar szent a világon. A körmenet végén Ternyák Csaba egri és Bernard Bober kassai érsek megáldotta a Szent Erzsébet út nyitó zarándoklatát, és jelképesen a Sárospatakot Kassával összekötő 110 kilométeres, gyalogosan végigjárható jelzett zarándok és turista utat is. A zarándokút egyszerre próbálja vallásos lelkiélménnyel gazdagítani az arra vállalkozókat, és egyben turisztikai, vidékfejlesztési és kulturális lehetőséget nyújtani az útvonalon található településeknek. A rózsajelét követve egy zarándok elindul Sárospatakról, a Rotundától, a Körtemplomtól, a Zemplén-hegységen át, csatlakozva a Rákóczi túra útvonalhoz, átlépve a határon, Alsó Misla és fel Koksó-Baksa érintésével jutunk el Kassára, ahol út van, ahol út épül ki, ahol emberek járnak, ott kapcsolatok születnek, ahol kapcsolatok vannak, ott az emberek megismerik egymást, és ez az egyetlen útja annak, hogyha megismerjük egymást, hogy az előítéletek, a negatív érzések, indulatok, azok megszűnjenek. A 110 kilométeres útszakasz embert és hitet próbáló távolság, hisz ilyenkor a fizikai mellett a lelki erőnlét is fontos, állítják az arándoklat résztvevői. Vallási turizmusnak a kifejezését foglalja magában, de jóval többről van szó egy ilyen zarándokút alkalmával, mint pusztán vallási turizmusról, hiszen ilyenkor az ember egy kicsit befelé is gyalogol, saját lélekösvényeibe, saját tudattalatiába, és egy-egy benyomás az úton és a tapasztalatoknak a kicserélése, hogy szeretünk mozogni, túrázni, és ugyanakkor szeretjük a lelki életet is, és a lelkünket rendbe tenni, ez az, ami igazából összekapcsol bennünket. Minden településen, Sárospataktól Kassáig ismerkedtem meg olyan emberekkel, akiket életemben nem láttam előtte, és megölelve búcsúztunk el egymástól. Szerintem ez a zarándoklás lényege, ez különbözteti meg a túrázástól. Tehát egy zarándok, hogyha valamilyen zászlót vagy egy feszületet visz maga előtt, akkor már nem térhet ki a többi ember előtt, míg azért egy hátizsákos el tud a kertek alatt is akár menni. A nyitó zarándoklathoz csatlakozott a németországi Rolf Damm is, aki 2007-ben Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján Wartburgból 1500 kilométert megtéve gyalogolt Sárospatakig. A mostani zarándokutat követően ismét Wartburgba, Szent Erzsébet életének fontos helyszínéig gyalogol majd tovább. Szent Erzsébet az a személy, aki nagy tiszteletnek örvend az egész világon, és jól lehet királyi családba származott, egy királylány volt, de az élete egyáltalán nem volt királyi, és minden más szempontból is egy különleges ember volt. A pályázat szlovákiai partnere a kassai székhelyű Gótikus út gyöngyszemélyi non-profit szervezet, a városban található Szent Erzsébet székesegyház egy szakaszának felújítását végezte el. A sikeren felbuzdulva már most biztos, hogy az együttműködés a partnerek között rövidesen folytatódni fog. Má názov Cesta Svetej Alžbety 2. Mi budeme reštaurovať Rákócziho fresku, ktorá je v dome pri vchode do Rákócziho hrobky a maďarskí partneri budú robiť rekonštrukciu domu, kde sa pravdepodobne narodila Svätá Alžbeta Uhorská.
A szervezők reményei szerint a Szent Erzsébet zarándokút később egy európai kulturális út része is lesz, amely összeköti Szent Erzsébet szülővárosát, Sárospatakot és életének fő helyszíneit. Kedves nézőink, Önök a Közös Értékeink című Európai Unió által támogatott határon átnyúló regionális magazin műsorunk adását látták. Témáink Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Felvidék tájaira kalauzoltak el minket. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Addig is viszontlátásra!